Sziasztok, Peti vagyok, és az Group média csatornát nézitek. Ma egy olyan témát hoztam, amit valójában este 22 Lacika Dajka László indított, mégpedig föltette nekem azt a kérdést, hogy mit lehet tudni arról, hogy hogy használhatja ő az e-rollerét Németországban, amit ugye Magyarországon vásárolt, és a kamionban magával hordja mindenhová. Nos, ebben a részben meg fogjuk nézni azt, hogy milyen fajtái vannak jogilag az e-rollereknek, milyen felszerelések kell, hogy legyen, milyen szabályok vonatkoznak rá, hogy lehet őket használni Németországban is, hogy nem. Ha érdekel a téma, maradj velünk, azonnal kezdünk. A, jön az intro, ami időt ad nektek arra, hogy feliratkozatok a csatornára. Vágjunk bele! Mivel a téma eléggé száraz, ezért engedjétek meg, hogy használjam a beszéd közben a jegyzeteimet, mert nem akarok senkit se félre tájékoztatni. Tehát gyakorlatilag az elektromos roller és minden más egyéb eszköz, aminek saját hajtása van, tehát saját energiaforrása és saját motorja, az Németországban járműnek számít. A, ezeknek a járműveknek több fajtájuk van. Vannak egyrészt ugye a mofák, amit a, a magyarul ugye, e, segédmotor kerékpároknak nevezünk, melyeknek nem lehet nagyobb, mint 50 köbcentiméter a motor, belső térfogata, és nem haladhatnak gyorsabban 45 km per óránál. Utána jönnek a hajtott biciklik, tehát olyan e, járművek, amit csak akkor ad neked támogatást a motorjával, miközben hajtod. Ezek akkor esnek járműnek vett kategória alá, hogyha gyorsabban tudnak haladni hajtás alatt, már mint a motorhajtás alatt, mint 25 km per óra. Utána vannak azok a járművek, melyek csak motorhajtással mozognak előre, tehát nem kell, hogy ti is hajtsatok lábbal, vagy pedállal, vagy egyébek, e, és minden olyan jármű, ami csak motorral hajtva elér több, mint 6 km per órás sebességet, azok számítanak járműnek. Ugye egyik se, tehát még a, a hajtás rásegítése rendelkező bicikli sem közlekedhet 45 km per órás sebességnél gyorsabban Németországban mindez alatt van egy külön al kategória, ugye az előbb említett ö, járműveknek fémből készült rendszámmal, tehát biztosítással kell, hogy rendelkezzenek, és vannak az úgynevezett elektro kleinst tehát elektromos kis járművek, melyeknek ö, fölragasztós matrica formájú ö, rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, mindez június 15-e 2019 után. Ilyenek a szegvélyek és az e-rollerek, amiről éppen beszélünk. Az, hogy a te szegvéjed vagy e-rollered, ugye német úgy hívja, hogy e-scooter, az egy elektrokrányzt az az ABE-ből, tehát az Allgemeine Betriebs magyarul az általános üzemeltetési engedélyből derül ki. Erre mindjárt külön kitérünk, hogy mi az az ABE, tehát a termék eladásakor már tisztázottnak kell lennie, hogy egy elektromos kis járművel rendelkezel. Csak olyan jármű vehet részt a forgalomban nyilvános területen, tehát utcán, bicikli úton, motoros úton, amelyeknek van ilyen AB-jük, és van rendszámuk, tehát biztosításuk. Ugye Németországban ez a rendszám, tök mindegy, hogy most a fém rendszámról vagy a matrica rendszámról beszélünk, azt a biztosítónál kapod meg, mikor ugye egy évre befizetted azt a 20-40 eurónyi, biztosítási díjat. A téma ennél komplikáltabb, maradjatok velünk, mert mindjárt visszatérünk a dologra, hogy mi van akkor, hogyha te Magyarországon élsz, és csak turista vagy itt Németországban, és Magyarországon vetted a te rolleredet, illetve mi van akkor, hogyha már van lakcímed itt Németországban, és mégis egy Magyarországon vásárolt rollert szeretnél itt Németországban használni, nem olyan egyszerű, mint ahogy azt gondolnátok, de haladjunk tovább. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi is tartozik egészen pontosan az elektromos kis járművek kategóriájába. Érdekes módon a Bajorországi Rendőrségnek a honlapján találtam erre egy nagyon jó linket, ami egészen pontosan leírja azt, hogy egy elektromos kis jármű nem rendelkezik üléssel, vagy amennyiben ön egyensúlyozó járműről, tehát mondjuk egy szegvéről van szó, akkor vagy lehet ülése, vagy nem. Tehát ameddig nem ön akkor nem lehet ülése, ha ön akkor lehet is ülése, meg nem is muszáj, hogy ülése legyen. Mindenképpen kell, hogy legyen valamilyen kormánya vagy fogantyúja. Ugye a szegvénynél is magad előtt tartod azt a kis kormányt, meg a rollernél is van ugye az a kormány vagy fogantyú előtted. Meg van szabva a gyártó által egy maximális teljesítmény, amit nem léphet át. Tehát, hogyha azt mondja a gyártó, hogy a te rollered 75 wattos, akkor annak annyinak kell lenni, hogyha te ezt módosítod, akkor onnantól ugye már nem számít azzal az eredeti dokumentumaival elektromos kisjárműnek, tehát csak a saját telepeden, privát kertetben, gyártelepen használhatod. Meg vannak határozva a maximális méretei a gyártó által, és nem lehet több mint 55 kg a vezető nélkül. Valamint ugye mivel egy hivatalos járműről van szó, ezért kell rendelkeznie ezzel az általános üzemeltetési engedéllyel, mondom még egyszer, mindjárt kitérünk rá még egyszer, kellene ilyen rendszámmatricának, tehát biztosítással kell, hogy rendelkezzen, és figyeljetek, kell rajta lennie egy adattáblának, ugye általában ez a fém tábla, amivel bele vannak ütve különböző szövegek, amin rajta van a jármű széria száma, az a szöveg, hogy ez egy A elektromos Kleinstfahrzeug. rajta kell lennie a maximális sebességének, és még egyszer az ABE, tehát az általános betrips elabnis számának. Na most térjünk vissza erre az általános betrips elabniszra. Az általános... <laughs> tehát az Allgemeine Betrips Elabnis, tehát az általános üzemeltetési engedély, ezt a gyártó kapja meg, tehát hogyha mondjuk a szegvék jön egy új termékkel, akkor arra a termékre kap egy AB t annak van egy száma, és azzal lehet értékesíteni. Mi van akkor, hogyha te külföldön vetted a termékedet, akkor ugye az ABE ez kimondottan Németországra vonatkozik, viszont külföldön értékesített termékekhez lehet, hogy a gyártónak van egy úgynevezett EG Übereinstimmungsbescheinigung, amit angolul úgy is hívnak, hogy Certificate of Conformity, ez egy megfelelőségi nyilatkozat gyakorlatilag a külföldi járművekre. A gyártó, tegyem azt csak példakedvére egy lengyel gyártó, vagy egy kínai gyártó is lengyelországban értékesít, ugye ott hozza be Európába a terméket akkor ott lehet kérni egy ilyen COC-t, tehát egy ilyen certifikátot, ami kimondja, hogy a termék megfelel ennek az európai ö, szabályozásnak, tehát gyakorlatilag majdnem van egy ABE-je. Ezeket a dokumentumokat amúgy mind magatoknál kell, hogy hordjatok. Ö, egy példa, pont most volt az Achtung Kontrolléban, hogy belga motorosokat fogtak meg Németországban, mert Belgiumba állítólag lehet mindenféle indexlámpa, és gyakorlatilag otthon eszkábált motort használni, teljesen legálisan. Hogy az igaz -e, vagy nem, erre most ne térjünk ki, de a lényeg az, hogy ha ezzel a motorral téged Németországban megfognak, vagy egy olyan e aminek nincsen se COC-ja, se AB-je, akkor ott azonnal titeket megbüntetnek, és nem haladhattok tovább a járművel. A büntetés nagyjából 50 euró, tehát nem ez a rossz dolog. De hát ugye a motorosokat őket ráadásul Bajorországba fogták meg, tehát nekik trélert kellett szerezniük, hogy visszajussanak Belgiumba, a motorjaikkal, ti meg tolhatjátok a rolleteket haza, vagy a kocsiig, vagy a szállásra, akárhogy is van ez. Mi van akkor, hogyha nincs ilyen ab tek vagy COC-tok? Természetesen elvihetitek a járműveteket, maradjunk a, az e-scooternél, elvihetitek a tüfhöz vagy a dekrához, és ott kérhettek egy ilyen megfelelőségi nyilatkozatot, ezért nem tudom pontosan, hogy mennyi pénzt kell fizetni. Valószínűleg ilyen pár száz eurót. Ott bevizsgálják, hogy rendelkezik-e a jármű minden kötelező felszereléssel, amivel rendelkeznie kell. Milyen felszerelésekkel kell rendelkeznie egy ilyen járműnek ahhoz, hogy legyen ABE-je, vagy legalábbis ezt a konformitás dokumentumot ki lehessen rá állítani. Szükség van erre az adattáblára, amiről az imént beszéltünk, kell, hogy legyen rendszáma, tehát kell, hogy rajta legyen biztosítás, kell, hogy legyen két külön független fékje, tehát ez általában ugye a rollernél úgy szokott lenni, hogy van egy fékkar a fogantyún, és hátul gyakorlatilag a sárvédőre rá lehet lépni, mint a régi hagyományos rollereknél, hogy, hogy lassítson. Kell, hogy legyen rajta lámpa előle és hátul, valamint szükséges, hogy legyen rajta csengő. A következő téma, nézzük meg, hogy egyáltalán ki vezethet egy ilyen rollert. Ugye legalább 14 évesnek kell lenned, nem kell, hogy legyen jogosítványod, Ö, ellenben járdán, illetve sétáló övezetben nem szabad használni, és ugye, hogyha ha nincsen rajta szerelt index a járművön, akkor pedig kéz jelekkel kell mutatnod, hogy te jobbra-balra szeretnél kanyarodni. Mielőtt rátérünk erre a biztosítás témára, mert ez az izgalmas része ennek a videónak, nézzük még meg, hogy milyen egyéb szabályok vonatkoznak azokra, akik ilyen elektromos rollert használnak. Egyrészt ugyanúgy tilos alkohol és drog befolyás alatt vezetni ezeket a rollereket, vagy akár szegvét, mint bármilyen autót. 0,3% fölött már büntetről beszélünk, és 1,1% alkohol szint fölött pedig a német szerint teljes vezetésképtelenség áll fönn. Hogyha 21 év alatt vagy pedig akkor 0,0% a Határ, tehát 21 éves korod alatt semmilyen alkohol tartalma nem lehet a vérednek. Ha a telefont a kezedben tartod, miközben rollerezel, akkor 100 euró és egy pont a büntetés. Ha balesetet okozol így, hogy közben a telefon a kezedben volt, akkor 200 euró és két pont a büntetés. Nem szabad használni semmilyen elektromos rollert, szegvét és egyebeket, természetvédelmi vagy kultúrvédelmi területeken. Ugye természetvédelmi területek azok általában ki táblázva ilyen erdőszéleken, a kultúrvédelmi területek pedig ez szintén ilyen bajor specialitás, de lemerem fogadni, hogy Németországban is több helyen van, például Münchenben több park van úgynevezett kultúrvédelmi terület, és oda nem szabad bemenni rollerekkel. Bukós is a kötelezettség. Érdekes mód Németországban nincs, de ajánlott. És akkor nézzük meg, hogy mi van azokkal a járművekkel, amelyeknek nincsen fogantyújuk, tehát ilyen egykerekek, kördeszkák, hoverboardok és egyebek, illetve ugyanebbe a kategóriába esik bármilyen olyan jármű, ami 20 km per órás sebességgel többel tud haladni, ilyen járműveket csak magánterületen, használhatók, tehát kinn az utcán, közterületen tilos a használatuk. És akkor most térjünk vissza az eredeti kérdésére euh, Lacikának, hogy mi van a biztosítással, illetve ezzel a rendszámmal. Ugye ezt a rendszámot, amikor online is akár megígényled a biztosítást, akkor küldik neked postán. De, hogyha neked nincsen németországi lakcímed, én fölhívtam a múlt héten kettő darab biztosítót, és a hölgyek urak elkezdtek mekegni, makogni, hogy hát igazából németországi lakcím nélkül Németországban ilyen biztosítást nem tudok megigényelni. Lehet, hogy van olyan biztosító, aki ezt megoldja, de az egyik az, hogyha a rendőr például megállít, és nincsen rendszámot, hogy mi van a rendszám, akkor azt kell mondani, hogy te nem laksz Németországban, nincsen németországi lakcímet, csak turista vagy, és nem vagy képes egyrészt biztosítást kötni, hisz nincsen németországi lakcímet. Ez megint rendőr függő, hogy innentől mennyire kezdi el forszírozni a dolgot, mert lehet, hogy van olyan biztosító, ahol viszont meg lehet csinálni, csak mi nem tudjuk. A büntetés amúgy nagyjából 40 euró, a biztosítás maga pedig olyan 20-50 euró per év. Tehát még egyszer mondom viszont, hogyha van Németországban bejelentett lakcímed, akkor kell, hogy legyen ilyen biztosításod, és rendszám vinyetád az elektromos uh, rolleredem. Abban az esetben, hogyha a mi kis rendőrünk tovább forszírozza ezt a dolgot, akkor uh, itt ez megint maga válogatja, hogy hogy mennyire tud annyira németül, hogy ezt a német rendőrnek elmagyarázza. De van nekünk az úgynevezett „gesetz Über die Pflichtversicherung für äh, Kraftfahrzeughalter” magyarul a kötelező felelősségbiztosítás törvény, rövidítése a PFIVG, és annak az első paragrafusában egyből az áll, hogy Mindenkinek a járművére vagy utánfutójára, akinek ö, rendszeres tartózkodási helye van Németországban, ő köteles ö, biztosítással rendelkezni. Jelen esetben például ST22 lacika ugye nem rendelkezik rendszeres tartózkodási helyen Németországban, tehát a törvény szövegét értelmezve nincsen kötelezettsége, Németországi biztosítással és rendszámmal rendelkeznie az elektromos rollerén. Persze, hogy aztán ezt a német rendőrtől tőled elfogadja, vagy nem, az megint egy más téma. Mi van akkor, hogyha e, nincs nálad az AB-d vagy a COC-d, e, nincsen rendszámod, mert külföldi személy vagy? Nos, a normális rendőr meg fogja érteni, hogy neked nincsen lakcímed itt Németországban, és a dolog le van tudva. Kivéve ugye az AB-t, mert ott meg fog büntetni, hisz az akkor is kötelező, legalább egy ilyen ö, konformitásos dokumentumnak nálad lennie, még hogyha külföldi ö, állampolgár vagy lakcímmel rendelkezel is. A biztosítás az már egy másik dolog, hogyha nem juttuk dülőre, akkor semmiképpen se ismerjétek el, ugye meg fogja kérdezni, hogy elismered-e, el, hogy biztosítás nélkül közlekedél Németországba. Azt kell mondani, hogy nem ismered el. Igaz, ilyenkor pereskedés lesz belőle, de ha van egy jó ügyvédet, és az ügyvéd is úgy látja a dolgot, mint ahogy én miután végigolvastam ezt a 20 sokoldalas törvényt, neked külföldi állampolgárként úgy, hogy nincsen lakcímed itt Németországban, nem kell, hogy biztosításod legyen, meg lehet próbálni. Amúgy úgy vagyok vele, hogy 50 euró még mindig kevesebb, mint hogyha bérelnél egy rollert itt Németországban, aztán utána esetleg föl tud mutatni az 50 eurós seket, hogy közidején már fizettem ezért, úgyhogy hagyjál békén, aztán annak a rendőrnek megint a saját belátása, hogy ő ezt elfogadja neked, mint wildcard, hogy téged ezért már megbüntettek, vagy nem. Hivatalosan nem használhatod a járművedet, hogyha egyszer már megbüntettek, és akkor ezzel a rendőrrel megint állhatsz vitatkozni, hogy de te külföldön élsz, neked nincsen lakcímed itt Németországban. Kicsit bonyolult. De ez a jogi tényállás, tehát még egyszer végsőképp foglaljuk össze, egy ab nek vagy egy COC-nak kötelező, hogy legyen, ezt a gyártótól, kereskedőtől kell kérni, és nálatok kell, hogy legyen, tehát ezt nem úszátok meg, a biztosítást pedig csak azzal lehet megúszni, hogyha nincsen bejelentett lakcímetek itt Németországban. Ha tetszett a videó, akkor nyomjátok meg a like gombot, osszátok meg a videót ismerőseitekkel, hogy ők is információt szerezzenek arról, hogy hogy lehet elektromos rollert használni Németországban egyáltalán. Maradjatok velünk legközelebb is, és hogyha nagyon tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el, a videó leírásában megtaláljátok a Patreon oldalunkat, ahol így támogathatok minket anyagilag, illetve egy Paypal gyűjtés oldalát is megtaláljátok a videó leírásban, ahol támogathatjátok szintén anyagilag a csatornát a működésben, a fenntartási költségekben. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!